Úgyhogy hát ez a szar sere volt. Nem, ja, nekem is volt kártem, ez egy elbérem. Nagyon szép amúgy, csak hát mindegy, aztán a tűzpárom átvette, ő is ugyanígy, hogy na majd ő azt megoldja, és amikor így nagyon így tartani kellett, és sarkot, és tartsd még, fogd, és az egész hátra így beállt egy ilyen, jó, oké. Kezdjük el. Oké. Okay. Tapkó T28 néven keressél rá még Zsolti azért, lalala, kukkerra. Mi neve, Tapkó? Tapkó T28, mert az amerikai verzió azért a G3-as kukkerben. És azt szerintem ott nálatok hamarabb megtalálható le. Igen, aztán... és tanag Mounts for FAL. Na, kezdjük el, fiúk, mert... Oké, kezdjük, bocs, ez olcsó, basszus, oké, köszi a tippet. Jézus. Jó, ja. Kezdhetjük? Sziasztok! Ez itt az Airsoft Bazaar 13. podcastje. Ugye azt tervezzük, hogy ezen túl minden második héten szerdán podcastet jelenítünk meg a YouTube-on, és most már Anchoron is, ami minden igaz kiteszi Spotify-ra is ezeket a dolgokat. Viszont a mai ez egy kicsit rendhagyó podcast, mert néha ilyen friss eseményekre is szeretnénk reagálni. És ezért a mai témánk az a Csalás és egyéb süttyogságok címet fog viselni. Ricsinek köszönhetjük ezt a gyönyörű címet, egyébként nem tudtam ennél jobbat kitalálni, ez perfekt. És a dolog aktualitása pedig az, hogy november 8-án voltunk Győrben a Ghost Town nevű pályán egy Tingli Tanglin. Aztán hát az olyan mély nyomot hagyott bennünk, hogy úgy döntöttünk, hogy szentelünk ennek egy podcastet. Bár amúgy nem gondoltuk volna, hogy ez még mindig lehet egy téma. De hát sajnos igen. Úgyhogy szeretnénk egy kicsit ilyen kritikus hangvételű podcastet csinálni, megfogalmazni építő jellegű kritikákat, tehát nem a szétfikázás lenne a lényeg, meg kicsit boncolgatni, hogy mit lehetne ezekkel a dolgokkal kezdeni, akár játékos, akár pedig szervezői részről. És van, sziasztok! Igen, mai vendégeink pedig Vivox, The Toy Wars Factory és Zsolti, aki a US Army Guy néven kezdett el ismerőssé válni itt a Sörös Srác. És a Sörös Srác, igen. Sörös Srác, igen, oké. Okay. Miről beszéltek? Ja. Én pedig Vektor vagyok. Igen. Na, hát beszélgessünk akkor csalásokról és egyéb süttyóságokról. Mi volt a játék amúgy, amit már úgy nagyjából beszéltetek erről, de hogy szerintem kezdjünk egy ilyen élménybeszámolóval, hogy mi is volt, hol is volt ez a játék, és mi volt ez, ami ennyire kiverte a biztosítékot. Pont azt akartam mondani, hogy jó lenne feleleveníteni azokat a dolgokat, hogy egyáltalán az is, aki nézi, az tudja, hogy miről van szó. Ugye, ahogy mondtad, Vektor, 2020. november 8-án voltunk Győrben. Gyakorlatilag egy karszallagos Tingli Tangliról van szó. Csapat a csapat ellen, azt hiszem az első játék az volt, és aztán ez folytatódott ilyen rakéták megszerzésével. De igazából nem is tudom, a csalások azok mindjárt az első körbe kiderültek, tehát így egy eléggé melbevágó volt, amikor az ember a csapat az üzőgéppuskával úgy tudott látott elérni, hogy legalább 70 VB-t beleküldött valakibe. Ja, hát igen. Úgyhogy... És akkor így bele is vágtam évre ezt a... Egyébként ne is szaladjunk ennyire előre, hanem kezdjük az elején, tehát hogy megérkeztünk a pályára, mindenki összerakta a cuccát, fölöltözött, stb. És akkor szóltak a szervezők, hogy akkor jöjjön mindenki, és akkor eligazítás van. Mert igazából nekünk... A probléma része, meg ezek azok rendben mentek, tehát az nem volt probléma. Úgyhogy itt szépen alapjaiban vesztük, több frankó parkoló van elkülönítve a pályától. Igen. Aztán azt hogy a krónóval volt probléma, az bármikor befutcsolhat, úgyhogy ez a Murphy törvénye. Igazából mindegy, most, hogy tönkrement ott éppen ebben a krónó, az mindegy, de inkább az eligazításon már kezdődtek
az érdekességek, ami nekünk, vagy nekem igazából egy kicsit megakadta a nem tudom, fogaskerék. Hát, hogy is mondjam, a játékosok nagy része nem nagyon akart odafigyelni a szervezőre. Tehát nekem ez már így egy kicsit szemet szúrt, hogy mindenki össze-vissza beszélgetett. Röhögcsélt, hülyéskedett, mindenre figyelt, csak arra nem, amit a szervező éppen mond. És szerintem meg kellene tisztelni a szervezőt avval, hogyha már beszél, akkor végighallgatjuk. Nekem nyitogatja a bicska a zsebembe azt, amikor azt hallom a szomszédból, hogy menjünk már lőni, meg ilyenek. Igen, igen. Igen. Mi volt még, Rivax? Hirtelen annyi gondolat kavarok bennem, hogy... Itt most akkor egy picit az építő jellegű részét vinném, hogy egy szervező csapjon az asztalra ilyenkor, és követelje meg azt, hogy kussoljon az aki dumál, mert nagyon is fontos dolgok hangzanak el. Értem, hogy mindenki hiper-szuper játékos, meg már ezer éve játszik, és nagyon-nagyon frankon tudja a szabályokat, viszont ez olyan, mint egy eligazítás, lásd a hadseregbe, hogy ezt végig kell hallgatni. Mert előfordulhat, hogy a szervező gondol valamit, amit mondjuk a megszokott szabályoktól eltérően fog bevezetni, és mivel szíve joga eltérni a masztól, előfordulhat, hogy pont ott fog elhangzani egy olyan mondat, amit utána megkérdeznek. De a legtriviálisabb dolgokra is rákérdeztek, tehát meg volt az eligazítás, és akkor egyszer csak valaki megszólalt a bal oldalról, hogy és mi a rádió kiosztás, és kb. 2 perc előtt hangzott el. Igen, ezzel kapcsolatban amúgy a legtöbb dolog amúgy tényleg egyet is értek. Tehát általában akkor szokott szerintem ez előfordulni, amikor az ember kezdő airsoftos, akkor az első játékokon issza a szervező szavát, mert nem tudja, hogy mi lesz, nem tudja pontosan, hogy mik a szabályok, teljesen új neki a környezet. Akkor szokott szerintem probléma lenni, amikor már azt gondoljuk, hogy már nagyon sokadik játékon túl vagyunk, és főleg akkor, amikor egy szezonban nagyon sűrűn megyünk, hetente, két hetente megyünk játszani, akkor én elhiszem, én is 1500-szor végighallgattam, tudom, hogy nagyon kellemetlen augusztus kellős közepén az 50 fokba full gearbe, vagy akár télen mínuszba végighallgatni szervezőtől függően 10-20-25 perces eligazításokat, ugye ez a szervezőtől is és a kommunikációtól is függ, tehát ezt én is saját bőrömön tapasztaltam, de alapvetően ezt mindig végig kell hallgatni. Hát egy azért, mert az ismétlés a tudás anyja, tehát át kettő lehet, hogy vannak speciális szabályok, tehát akkor arra a játékra, lehet, hogy megváltoztak a szabályok, és személy szerint én például, amikor ezeket végighallgatom, ezeket a eligazításokat, én egy picit mindig felkészülök arra, hogy tehát tudatosan felkészülök arra, mit fogok csinálni a következő 6 órában, és most nem arról van szó, hogy taktika, hanem felkészítem magamat arra, hogy gyerekek, légfegyverekkel fogunk egymással lövöldözni. Tehát lehet, hogy 10 perc múlva én egy 400 FPS-es fegyverrel fültőben fogok valakit durrantani, aki majd beborul az árokba. Tehát, hogy ez azért ez egy extrém sport. Tehát, hogy tel is tele veszéllyel, és tel is tele felelősséget. Tehát kell egy bizonyos felnőttség, egy bizonyos intelligencia, hogy ezt a játékot biztonságosan lehessen végigvinni, mert igazából minden szervezőnek az a célja, hogy akár a kis tingli-tangli, akár a nagy játékoknál, tehát akár 40 főt, akár 400 főt arra buzdítson, hogy hát lőjük le egymást. Tehát, meg a másik, hogy ez nem feltétlenül csak neked szól, hanem rajtad kívül még ott van 50, 100, 150, vagy akár 3000 játékos társad is, akik között biztos, hogy lesz olyan, aki kezdő, és még nem tudja, és végig szeretné hallgatni. Viszont, te meg a csapatod már a 35 ezredik játékon van, és már a kis ujjából rázza ki a maszt, meg mindent is tud, és oké, ez legyen így, de akkor legalább legyetek csöndbe, és ne zavarjátok az eligazítást, és nem az van, hogy menjen a pufogtatás, meg a röhögcsélés, meg a beszólogatás a szervezőnek, vagy akárki másnak. Legalább a többieket hallgassák végig. Ó, az egy külön kategória, hogy a szervező haverom, tehát szerintem az a legrosszabb kategóriás játékos. Hát itt is volt egyébként Győrben, hogy
beszórogattak, így poénokat oda szúrogattak meg mindent a szervezőnek, aki éppen az eligazítás közben volt. És most igen, ez egy másik téma már, de már mint ezen az eligazítóson kívül, de hogy a szervező az meg partner volt ebbe. Tehát nem tartott, ja, igen, nem itt tartott itt szigort, nem volt, nem hagyta, na tehát inkább úgymond hagyta magát kizökkenteni. És még ő is visszakérdezett, hogy jaj, mit is mondtál? Ha, de vicces volt, igen, és akkor ő is így részt vett tulajdonképpen a röhögcsélésbe. És hogyha ő nem tart fegyelmet, mondjuk magában se, akkor valószínűleg a játékosok se fognak fegyelmezetten viselkedni. Meddig tartott egyébként az eligazítás nektek ezen a játékon, vagy mennyi ideig húzódott el? Hát ahhoz képest, hogy ez egy maximum 60 fős, karszalagos, tingli-tangli volt, ahhoz képest viszonylag sokáig tartott. Most nem néztem az órámat, hogy hány másodperc volt, de... Szerintem egy 20 perc lett. De hosszú volt. Igen. Az elég hosszú. Ja. És pont ezért volt hosszú, mert folyamatosan kizökkentették a szervezőt, miközben szerencsétlen próbálta volna mondani a szabályokat, meg mindent, és ja, meg persze mentek az ilyen triviális hülye kérdések, hogy mit tudom én, gránát szabály, hogy akkor most a gránát, akkor hogy sebez, hogy nem sebez, minden irányba 3D-be kell-e gondolkodni, vagy csak síkba gondolkodni, vagy mindegy, tehát már jutottunk odáig, hogy a gránát az már a VB-szórós is hanggránátnak volt minősítve, és nem az volt, hogy a bedobott valaki egy Thunderbeat, akkor az megölt mindenkit a szobába, valaki bedobott egy tornádót, vagy valami egyéb BB-szórót, ez meg ilyen lutri volt, hogy eltalálja. Igen. Na. Én azért adtam el annól a gránátvetőmet, mert ezt a szabást is tudták, egy szervező is tudta betartatni a játékosokkal a gránátvető szabályokat, hogy most akkor, ha belövöm a szobába a BB szóró vetőt, akkor az ér az egész szobára, vagy csak arra, akit eltalál a BB, és elegem volt bőle végül, évekig szenvedtem vele, és végül eladtam a gránátvetőmet, mert nekem elegem lett abból, hogy nem tudja senki se betartatni a szabályokat, de ez szerintem minden játékon előfordul. De ez meg megint egy másik kérdés, hogy ez már a játék menete közben, hogy tart rendet valaki, vagy illetve a játékosok, hogy tartanak rendet maguk között. Mert igen, tehát akárhogy is nézem, nem csak a szervező dolga ez, hogy ez egy jó játék legyen. Most lehet egy kérdés? Játékosokon szerintem rettenetesen sok múlik, bocs. Bocsánat, hogy közbevágok, hogy otthon, tehát én Magyarországon utoljára, mikor elszoftoztam, vagy mondjuk tavaly decemberben hazamentem egy játékra, hát nem csak egy játékra, karácsonyra mentem haza, de elmentem játszani is, viszont az, hogy nagyobb játékokon ott vannak esetleg ilyen game marshalok, vagy ilyesmik, akik valakik esetleg akik tartják a szabályokat, szabályok betartását, úgymond forszírozzák játékot. Szerintem szervezőfüggő. Amerikában az rettenetesen gyakori. Igen, volt már rá példa, hogy voltak többen is a szervezői csapatból, akik menet közben odafigyeltek dolgokra, de ritka. Én legalábbis ritkán találkozom ilyennel. Ami még egy fokkal többször előfordul, ez a trusty. Ugye, hogyha van valaki, akire a szervező azt mondja, hogy ő benne megbízik, és ismeri, és ilyen feljogosítja ilyen jogosítványokkal, hogy vitás helyzetekben az van, amit ő mond. De nem szervező, hanem játékos, csak ilyen trusty-ként van jelen. De ez is viszonylag ritka. Ehhez én annyit fűznék hozzá, én azt veszem észre, vagy azt vettem észre, most ez egy kifejezetten egy játék szervezőnél, és már ezer éve nem voltam játékán, úgyhogy most nem szeretném azt mondani, hogy most is így van, de nála kifejezetten az volt, hogy nem volt ilyen, és amikor időről időre elharapózott a szabálytalanság, akkor hirtelen megjelentek a plusz game marshalok, hirtelen lett titokban pisztolyból rálövés hátulról, meg hirtelen lett olyan, hogy mentél A-ból B-be, és akkor a szervező keresztbe jött, és azt mondta, hogy állj, akkor 2 perc, és akkor krónózunk, tehát hogy ugyanazokkal a fegyverekkel mentél be ténylegesen a játékba, amivel tehát, és nem volt rugócsere, meg HPS hisztéria, de csak akkor, és akkor 2-3 játékig ez volt, nagyjából visszajött a fegyelem, és akkor utána megint semmi. És amúgy meg van
vannak olyan játékszervezők, akik, az megint egy másik, teljesen más téma, akik meg azt mondják, hogy minek kronózni, úgyis át fogja állítani. Tudod? Tehát ez meg a végképp nem tudom megérteni. Tehát mi voltunk olyan játékon, nem fiatal, tehát nagyon régi veterán játékszervezőnek a játékán, új pályán, tehát hogy, hogy volt miről beszélni, teljesen új játékon, hogy így jött át, hogy akkor most hát úgy is tudjátok, menjetek, aztán ne essetek be a liftaknába. És így álltunk, hogy hát azért ennél egy picivel talán több információt kellene elmondani. Jó, ez egy szélsőséges eset, de egy picit a játékszervező és a játékosnak a kapcsolatára nyilván mindig vannak olyan játékosok, akik, akik ismerik, barátkoznak a játékszervezőkkel, és ezáltal ez egy nagyon, nekem csak erre a játékos típusra az a, az a kifejezésem, hogy a Joe haverom, ezt így hallottuk egy Joe-s játékon, egy ilyen fiatal sráctól, hogy a parkolóban beszélgettek, hogy hogy hát ment ez a, ez a pénisz méregetés, és akkor az egyik srác így bedobta a közösbe, hogy majd én megbeszélem ezt a szabályt Joe-val, múlt héten vettem nála egy fegyvert a militánsnál, Joe már a haverom, tudod, és így, így tehát ez a, ez a játékszervező, és is mindegy, kiről van szó, a játékszervező azért adja meg a telefonszámát, azért hagyja, hogy elérjék, mert azt szeretné, hogy minden kérdésre bizonyos rendezvényekig választ kapjon bármelyik játékos. Tehát, hogy ez nem azért van, mert ő haverkodni akar veled, meg nem fog áthívni magához grillezni, ő azért adja meg a telefonszámát, hogy, hogy bármi kérdés van, akkor ne ott terüljön ki, hogy basszus, a nem tudom, a terepszínű baseball sapka, az most akkor PMC vagy nem PMC. Tehát, hogy és azért ezzel nagyon sokan visszaélnek, és ha azt a játékszervező nem tudja kordában tartani, és hogy itt meséltek ezt a játékot, itt valószínűleg ez volt, hogy hogy nem tud fegyelmet tartani, és itt van egy másik nagyon fontos dolog szerintem, hogy, hogy a játékszervező, vagy vannak olyan játékszervezők, akik félnek fellépni, mert félnek, hogy akkor megsértődik a játékos, meg az egész csapata, nem jönnek el legközelebb, és akkor ki az Isten fog játszani a játékomon. Hát nem hiszem, hogy itt az jöttek meg, hogy egész csapat sértődött meg, és hazamentek. Hát nem, itt inkább szerintem inkább az lehetett a helyzet, hogy igen, látszott egyébként a szervezők, hogy ők jót akarnak, tehát ez nem kérdés, tehát ők jót szerettek volna csinálni, valószínűleg kicsit tapasztalatlanabbak még játékszervezésben. Nagyon gyerekcipőbe járnak még, úgyhogy igen, és formálhatóak. Igen, és ehhez is tapasztalat, meg egy kis idő kell, meg minden, hogy igenis határozottan kell fellépni, és fegyelmet kell tartani, és neki is fegyelmezetnek kell maradni a végig, különben bukja az egészet. Mert ez, akárhogy is nézzük, a szervezőnek legyen tekintélye egy játékon. Igen. Ilyen játékról való kitiltást csinálnak otthon? Vagy ez most se divat még? Mindig benne van a leírásokban, de soha nem láttam még. Én láttam már személyesen embert, tehát kirúgták itt Amerikában Airsoft párok, kirúgták a csávot, és nem is engedték vissza. Tehát rajta egy ilyen blacklisten, egy ilyen persona non grata listán, és nem is engedik vissza. Tehát ha látják, hogy játékra akar jelet foglalni, vagy mizé, akkor egyből visszadobják. Ilyen az olyanoknak szokott előfordulni, hogy volt egy srác, képzeljétek el, azt hiszem tavaly volt egy játékon, hogy becsempészett csapágygolyót a fegyverét. Tehát a BB helyett 6 mm-es csapágygolyóval jelent meg játszani. Nyilván, amikor lejött kronózni meg ilyenek, akkor rendes sima bio BB-vel ment be kronózni, ugye, viszont játék közben kicserélte csapágygolyóra. Nem tudom, hogy ez milyen mentális problémája lehetett ennek a srácnak, de őt például azzal rendőrte kidobták a francba, és nyilván nem is engedték vissza, mert volt, aki megsérült miatt, tehát az rendesen bőr alá bement a csapágygolyó. Hát, és ez eléggé durva. Tudom, ez egy extrém eset most így hirtelen, csak mondom, hogy én ilyennel is találkoztam már itt Amerikában. De hülyék mindenhol vannak. Ja, de egyébként annyira nem... Nem tudok hülyeséget mondani, hogy az osztrákoknál is én úgy tudom, hogy úgy van, hogyha valaki extrém hülye, akkor nem engedik sehol se játszani Ausztriába. Tehát ott gyakorlatilag van egy ilyen... Hasonló van nekik is, mint amilyen az angoloknál, hogy egy ilyen egyesületben bent kell lenned, hogy játszani tudjál, vagy pedig ilyen vadhajtásként tinglit-tanglizni tudsz, és akkor átjársz Magyarországra hülyeskedni. De ott, hogyha valaki kikerül ebből a körből, akkor az Ausztriában nem fog elszoftozni ilyen nagy játékokon, tehát ilyen tömegrendezvényeken biztos, hogy nem jelenik meg.
Magyarországon sajnos még nincs ilyen kiforrat rendszer, pedig lenne haszna. Én 13 éve játszok, és 13 éve alatt én egyszer nem láttam olyat, akire egy ráparancsolottak volna, hogy na, csomagolj, aztán menjél a parkolóba. Nem, én sem nagyon találkoztam. Egyébként Sopron környéken több ilyen csapatról tudok, akik nem járnak a soproni játékokra, ugye a Green Hellre játszani, mert pont az ilyen viselkedés miatt innen le lettek tanácsolva. Tehát máshol szerencsét próbáltak-e, azt nem tudom. Hát én úgy igen, egy idő után, hogyha valaki sokszor követel ilyen hülyeségeket, akkor valószínűleg azért megmarad az arcuk, meg talán a nevük az emlékezetbe, és akkor nem tudom, talán feltűnik a regisztrációnál, nem a regisztrációnál, hanem amikor belépsz a pályára, ott valakinek feltűnik, hogy hoppá, téged én valahonnan ismerlek, de feltűnik. Igen, és az ilyen kezdő, vagy ilyen kisebb játékok szervezőnek én például abszolút tudom tanácsolni, hogy tehát nem szabad megijedni attól, hogy valakit az ember kitilt és hazaküld, vagy nem szabad, a szigortól nem szabad megijedni, hogy jaj, akkor majd megsértődik és nem jön, mert a szigorú játékoknál és a fair play, tehát ezek a dolgok, ezek nagyon hamar ennek híre megy. Tehát ha van egy jó pályád, és azt hallják, hogy basszus, ott tényleg fegyelem van, és tényleg fair play van, akkor az emberek ott, tehát lehet, hogy az elején elmegy az a kevés selejt, és úgy érzed, hogy kevesen járnak hozzád játszani, de ennek szerintem híre megy, és hosszú távon szerintem kifizetődő. Egyébként vannak olyan szervezők, akik kifejezetten meghívás is alapon szerveznek játékot, ahova csak az mehet be, akire azt mondják, hogy oké voltál. Igen. De most egy picit kalandozunk vissza az időbe, amikor kezdtetek elszoftozni, biztos, hogy teljesen máshogy ment, tehát nem úgy ment, hogy Facebookot böngészted, és akkor egyszer csak feldobott egy hirdetést, hogy mit tudom, XY Red Devil pálya, regisztráljál itt, mert Capture the Flag lesz, és akkor lehet menni játszani. Hanem én a saját példámból indulok ki. A jó reg zöld. Tehát, hogy itt a környéken úgy mentünk el airsoftozni, hogy valaki elvitt magával, és bemutatott ott a társaságnak, hogy ő szeretne airsoftozni. Én ittam a szavait, mint ahogyan ugye mondtátok az elején, hogy az ember vissza a szervezőnek a szavait. Bele akartam kerülni abba a társaságba, és az nem úgy ment, hogy így következő alkalommal már automatikusan ott volt az meghívás, hogy gyere, hanem egyáltalán nézték azt, hogy én akarok-e menni, szeretném-e csinálni, és vele. Tehát egy kőkemény munka volt oda bekerülni, hogy na, az a társaság magába fogadjon. Most ugye már teljesen megváltozott az egész, teljesen felgyorsult a világ, és tényleg az van, hogy nyomsz egy okét, aztán már ott vagy a felszereléssel a pályán, szarrébb ugye lehet venni ezt a felszerelést, és ugye én itt kezdtem el airsoftozni Pesten és környéken, itt viszont ugye nagyobb létszámú játékok vannak, szóval én már itt nem éreztem azt, hogy nem tudom, olyan, tehát a szervező felé nem volt nekem olyan viszonyom, hogy én most annyira meg akarok neki felelni, hogy úristen fogadjon el, hanem én inkább a saját társaimnak és csapatomnak akartam megfelelni és bekerülni, hogy jól játszak, meg jó legyen, meg mit tudom én, micsoda. De a szervező felé nem különösebben semmi. Mindig hálásak voltunk, meg megköszöntük, hogy jó volt a játék, meg a pálya is, max tisztelet, meg minden, csak hogy én inkább a társaim felé akartam megfelelni. Ja, szerintem az első pár játék, amin voltam, nem is volt szervező, megmondom őszintén. Szerintem ott csak így a csapat, akivel kimentem játszani, kitalálták, hogy na most ez lesz a játék, ez a szabály, ez a pálya. A pálya se volt 100%-osan legális, most még évekkel később nyugodtan ki lehet jelenteni. Már elévült. Igen, elévült már. Hát egészen konkrétan ugye ez Fehérvár vonzás közöttében történt, én is felmentem a szoftverre, és annó dacima még le volt bontva így régiókra, voltak ilyen külön fórumok, mint én Fehérvár, Veszprém, Debrecen, azt ugye mindegy, tehát ott volt az összes régió, meg a nagyobb városok, és akkor emlékszem, oda írtam be, hogy hello, Szabó Zsolt vagyok, mit én 17 éves, és szeretnék airsoftozni. És egyből valaki MSN-en, már be is MSN-en annó még ugye bejelölt, és már is kezdtünk beszélgetni, és tényleg így miatt kimentem játszani, már volt egy valamilyen fajta
tehát elképzelésem arra, hogy mit kell vinnem, milyen lesz a játék, mik a szabályok, ma azt átküldték nekem, hogy olvassam el. Átolvastam, teljesen emlékszem, szerintem, megmondom őszintén, szerintem azóta nem olvastam át, tehát átol zég a maszt, mint én 2006-ban. Nyilván belenézek meg ilyenek, de most tudom, hogy ezt nem, de hát átolvastam azért minden rendesen a maszt, kimentem játszani, és abszolút jó volt. Nyilván voltak, tehát én is észrevettem már rögtön csalásokat, meg ilyeneket, meg például akármikor valakinek mesélek az Airsoftról, rögtön az első kérdése, mint laikus, hogy ebbe hogy bizonyítja azt az ellenfél, hogy engem eltaláltak. Mindig ez az első kérdés, hogy nincs valami izé, mert a paintballnál rögtön látszik, hogyha valakit eltalálna, de Airsoftban ugye nincs ilyen, és mindig ez az első kérdése minden laikusnak, hogy ez hogy bizonyítom, hogy őt eltalálták. És igazuk van, de hát nyilván ez egy ilyen becsületjáték, mint beszéltük, és tényleg csak a becsületen múlik az egész. Most ezt nem tudom, hogy jutottam ide ki, de tényleg azon múlik az egész. Igen, amúgy, és... ha visszakanyarodunk erre a Luminosus Győri játékra, itt a találat meg nem adásokkal elég sok problémák volt. Hát ahogy én számoltam, egy sima M4-essel voltam, és nekem olyan 1:20-os találati megadási arányom volt, tehát úgy 20 találatból egyszer megadta valaki. Az nagyon durva. Ez semmi Vivax-nak jobb, igaz? Jaj, nekem a 70 BB, tehát a találat megadás volt nagyjából a izé. De hát egy kicsit nagyobb tűzösséggel tűztem a BB-ket. Igen, hát ugye, mert te az M249-szel toltad végig az egész napot. Ja. Hát volt olyan, hogy a srác megjelent a bokorba, meglőttem úgy, hogy állt, akkor a lövés hatására legugolt, akkor mivel nagyjából 20 méteren belül volt, akkor teli belőttem úgy, hogy gugolt, akkor még utána elfeküdt, és akkor még ahogy feküdt, még a homlokáról spriccelt a BB, és akkor nagyon nehezen lekullagott a pályáról. Nem vagyok ilyen nagyon kiabálós típus, hogy így megadom azért hogyan mondjam így a felhangot ezeknek a dolgoknak, de egy pár embernek odaszóltam, hogy azért tök jó volt, hogy végre megadta, de ez miért kellett 70 BB, meg ilyen apróságot. Erről amúgy jött Vektor volt a pszichológusom, aki folyamatosan nyugtatott. Erről amúgy Ildi tudna nagyon sokat beszélni a páron, amikor ugye mesterlövészként játszik, vagy játszott velünk, és hát nála voltak ilyenek, hogy, tehát, hogy meglövi, és látja, hogy összerezzen az ember, és így körbenéz, és így nem látja, hogy kilőtte ki, úgyhogy ez meg se történt. És így mindig mondtam neki, hogy figyelj, hát most akkor, tehát rálősz egyszer a mellkasára, kétszer a mellkasára, mert ő nagyon lelkis, tehát ő tudja, hogy mi van a kezében, tudja, hogy ez mekkora fájdalmat okoz, és mondtam, hogy akkor nincs mese, nem tudsz más csinálni, lőd fejbe. Tehát nem, jó, nincsen, érted? Tehát, hogy dehogy az fáj neki, de mondom, hát így meg nem adja meg. Tehát, hogy na mindegy, majd beszélgetünk egyébként, nyilván a megadásról. Egy kis mini kitérőt tegyünk, tehát hogy ez az Airsoft mesterlövész, ugye rengeteg videót láttunk YouTube-on, a Scope Cam-es felvételek, ugye Csipanter múltkor, amikor megnézett minket a legújabb videójában, amikor a checkmate-el lőtt ránk, ugye ott is többször látszik, hogy is volt, hogy kilőtték az egyik társamat. Nem. Grexet lőtték ki, nem? Nem, a Kovát. Grex nem volt ott, a Kovát lőtték ki, és hát egy épületnek egy sok kis ablak volt egymás mellett, és emlékszünk, hogy mentünk arra, és mondjuk, baszki, ez nagyon rossz hely lesz, hogyha mi ezzel el akarunk sétálni, mindegy, menjünk. Megyünk, és akkor hát egyszer csak jöttek is az ablakból a lövések, és akkor Kovát kilőtték, és akkor mentem vissza, hogy akkor én megmentem. És amiközben sétáltam el vele, többször lőtt ránk, sokszor nem engem talált el, hanem a Kovát, mert tőle elfele húztam az embert, és úgymond valamennyire kitakart, de összerezzentem én is sokszor, pedig nem talált el, mert itt mentek el mellettem, a fejem mellett, a karom mellett, mindenhol a BB-k, és tudtam, hogy baszki, ez mesterlövész, ezt ha eltalál, ez kurvára fej is. De nem volt találatom viszonylag sok lövés után, viszont egyszer csak jött a lövés, és az fejbe talált, és hál' Istennek a headsetemnek a fülesét találta el, ezért csak csattant egy nagyon, de nem fájt. De ahogy néztem vissza ugye a Chipanternek a felvételét, egyébként tényleg úgy látszik, mintha eltalálná az embert. De igen, hogy ez is
igen. Tehát egy kicsit trükkös, tehát ezt mondom, igen, hogy amit a scope-on keresztül látsz, az... Az nem mindig az, igen. Nem mindig az, de... Jó, tehát de van, amikor tökéletesen lehet látni. Azért az baromi szar látni, amikor a fickón látod, hogy becsapódik a BB, és így összerezzen. Az egy teljesen más dolog, amikor látod, hogy pitty, és így lepattal róla, tehát az más. Igen, igen. Na, hiszem, ezt kitérő befejezem. Most csak hozzá akarok szólni egy pillanat, hogy úgy szokták szemzeket kijavítani mindig, ugye úgy látszódja, mintha eltalált volna, hogy vannak ezek a hitmarkerek, ugye ezt a kodból vették, és tudod, ez a, megy a BB, eltűnik a nagy távos, és csak, hogy ugye beadják ezt a kis X-et, meg ezt a hangot, igen. És akkor biztos eltalálta, de hát ugye ez megint csak ugye ilyen média effekt, tehát ilyen effektet, ezt attól ne fél, nem biztos, hogy eltalálta a BB. Igen. Jó, hát most persze mi is távolról jött emberek vagyunk, azt mondok, amit akarok, de én becsületesen szoktam játszani, tehát hogy engem eltalálnak, akkor még a fegyvertalálatot is nyilván megadom meg. Meg Vivax látta, hogy itt a kis, mi az legutóbbi játékon a Boonimnak a kis karimáját éppen, hogy súrolta a BB, de már raktam is fel a kezemet. Mert most mit szarakodjak? Lótul oldala az a Snoop, aki valahol játszottunk és futottunk a mezőn, és így a faág így neki csapódott a márkasának, megállt, és megadta a találat. Igen. De gyere más, de hát eltaláltak, de úgyis a faág volt. Igen, ez szerintem az a két kategória, a két szélsőség, tehát hogy vannak játékosok, akik megértik a találatmegadásnak a fontosságát ebben a sportban, az airsoftban. Ugye itt a podcast előtt, mire elkezdtük felvenni, ugye beszéltünk erről, hogy a találatmegadás az airsoftban konkrétan nem csak a becsületről szól, tehát nem arról szól, hogy legyél becsületes, add már meg, ez egy technikai alappillér. Tehát, hogyha valaki elmegy lézerharcozni, és ott nem lehet letagadni a találatot, mert jelez, meg tököm tudja, de egy lézerharc most így a fegyvert, stb. Így van, pontosan, meg igen, tehát kiejt a játékból a rendszer, de most a lézerharcot, most így elmegyünk egy ilyen céges bulin, elhülyéskedünk, elviszed a gyereket, mert tudod, hogy most maximum elesik, de nem lesz semmi baja, az egy dolog, azért más, mint az airsoft a paintball, ugye ott látszik a találat, meg fáj is, ott nehezebb letagadni, viszont hát most az a abszolút nem realisztikus puskaszerűség ott Noé bárkája alatt tetején, tehát rezegnek a kis izék, tehát hogy az azért nem jó. Lehet amúgy a paintballt realisztikussá tenni, viszont tízszeres áron. Tehát hogy nem is tudom, 10 évvel ezelőtt beszélgettem egy ilyen paintballos gyerekkel, és mondta, hogy egy darab precíziós cső 60 000 forint, tehát csak a cső. És itt van az airsoft, ami hulla realisztikus, és nem csak a fegyverekről, hanem az egész lehetőségről beszélünk, tehát a mellényről, a rádióról, a benne lévő játék lehetőségekről, tehát hogy ezt mindezt sok-sok élményt adja az airsoft, és egyetlen egy dolgot kér tőled, hogy add meg azt a kurva találatot, mert ha nem adod meg, de technikailag lehetetlen, tehát amiről Zsolt is beszélt, hogy adjátok meg becsület, tehát hogy ezt az egyet kéri, ez az egész sport, tehát minden, amit adhat. És amikor nem adja meg valaki a találatot, akkor egy, az nem csak annak hazudik, aki mellelőtte, hanem saját magának is hazudik, tehát és úgy megy haza, hogy hát igazából csaltam is, meg el is basztuk az egészet, tehát hogy ez szörnyű. Dolgot erre ráfűznék egyébként, hogy vannak azok az emberek is, akik alapból becsületesen játszanak. De abban a pillanatban, amikor úgy érzik, hogy a többiek nem játszanak becsületesen, akkor átváltanak ők is Terminátor üzemmódba, és onnantól fogva ők se fogják megadni. És ez így elindít egy ilyen lavinát, aminek legyen jó lesz. És igenis legyen bennetek tartás, és hogyha az ellenfél nem becsületes, és csal, meg mit tudom én, ti akkor is álljatok meg a talpatokon. Nem szabad lesüllyedni a cincsükre. Igen. Ezt nagyon szépen mondtad. Igen, mert mondom, ha nem adod meg, igazából nem csak magaddal, az összes játékossal, a játékszervezővel, a beleölt energiával, idejével baszol ki, és semmibe veszed az egészet. Tehát, hogy... Igen. Valami egyszerű példát mondok, ezt még hadd mondjam el. Adva van egy csapat, egy csaló játékossal, elmentek egy fedezékhez, kilövik a csaló játékos, de ugye ő nem áll ki. Oda megy a társa, aki azt hiszi, hogy ez egy jó fedezék,
kilövik mellőle. Ő még mindig ott marad, mert nem adja meg a találatot. Oda megy a másik csapattársa, őt is kilövik, és gyakorlatilag két embert vesztettek már a csapatból, aztán nagy nehezen majd előbb-utóbb ő is meg fogja adni, amikor már elfulladtak mellőle a csapattársai, és gyakorlatilag saját maga sodorta egy sakmat helyzetbe az egész csapatot, úgyhogy ő egy negatív hozzáállással viselkedett ott az adott szituációban. Igen. Azt még csak egy mondat erejéig, aztán utána mehetünk tovább, hogy az meg a másik dolog, hogy nagyon előítéletesek, igen, a játékosok. Amikor egy csapatban egy ember csal, akkor a másik ember, tehát a túloldalról nem azt fogom mondani, hogy ő csalt, hanem úgy az egész brancs, úgy ők voltak azok, akik nem adták. Ez egy köcsök társaság. És így van, pontosan. Így van, és egy ember miatt. És még talán, amit hozzá lehet ehhez fűzni, az, hogyha te látod, hogy valakit eltaláltak, viszont ő nem adja meg a találatot, akkor esetleg lehet rá figyelmeztetni. Egyéni döntés, hogy beleszólsz, vagy nem szólsz bele, én szoktam szólni, leginkább és nekem is szoktak szólni, leginkább a saját csapattársaim menet közben, hogyha tudom én olyan szituban, hogy én nem veszem észre valamiért, akkor de ők észreveszik, akkor szólnak. És legutóbb például Győrbe is egy fegyvertalálatom volt, amit nem én vettem észre, hanem az, aki mellettem állt, mert én éppen babráltam valamit épp a mellényemen, vagy valami. És akkor letettem, és hoztam a pisztolyt. Mm-hmm. Na. Volt, hogy medikeltem az illetőt, és kérdezte, hogy miért, és mondtam, hogy még ott van a mellényen ez a BB. Ezért itt látom. Hát, igen. Na lépjünk egyet tovább, mert volt még egy kritikus pont, ami engem nagyon zavart, mégpedig az, hogy ez a Gosztám nevű pálya, ez Győrben pont 100%-ban a győri állatkertnek a szomszédságában van, olyannyira, hogy közös a kerítés, és igen, az egyik oldalon a gorillák vannak, a másikon meg a játékkatonák. És na most itt történt egy olyan dolog, hogy valaki gázriasztó pisztollyal lövöldözött a parkoló szélén. Indokolatlan mennyiségű lőszert ott előtt, és nem tudom, hogy miért volt ez jó, vagy mire volt ez jó, de... Nem volt, mint hogyha a játék kezdetét, vagy a végét jelezte volna, én nem tudom, mert én sem bírtam összerakni konkrétan, hogy ez most mit jelzett. Szerintem semmit, volt ilyen, nem, mert össze-vissza folyamatosan lövöldöztek vele. Mondd végig, és akkor mondok, ez kapcsolódva van valami. És szerintem egyrészt ezt figyelembe kell venni, hogy milyen környezetbe játszol. Én már azt sem tudom tolerálni, hogyha szilveszterkor az emberek mennek és petárdáznak az utcán, szerencsétlen állatok meg mindenhol megőrülnek, és ez nekem pontosan ugyanez a kategória volt, hogy valaki egy gázriasztó pisztolyjal az állatkert szomszédságában lévő telkkel lövöldözik. Semmi értelme nem volt, mert csak szórakozott vele. Ott a kis alföldbe. És hogy senki nem szólt rá a szervezők közül, hogy figyelj, ez talán esetleg nem kéne, mert... Igen. Mert lehet, egyébként ez, hogy lakott, ez úgy lakott területen, hát vagy ilyen helyen, tehát elsütni. Magánterület volt? Jó, van, oké. Gábor, azt mondom, hogy maximum. Ezt nem tudtam. Azt hittem, hogy van ilyen korlátozás, hogy mit tudom én, milyen területeken belül hol lehet elsütni, csak úgy poénból. Ugye, mert hogyha nyilván önvédelmi helyzet van, akkor elsütött a nagyszobába is szükség van rá. Csak hogy nem tudtam, hogy ilyen korlátozások vannak-e Magyarországon, vagy nem. Mert itt vannak közösségben. Azt szokták csinálni, hogy ha a rendőr intézkedés van, akkor a rendőr szépen garázdaság miatt megindítja a nyomozást, aztán így is úgy is elindul az eljárástól, és akkor eldöntik, hogy most akkor nyomozati szakaszban, vagy abban most lesz valami, vagy nem lesz valami. De az eljárás mindenképpen elkezdik. Most igen, tehát, önvédelmi, most ezt tényleg itt teljesen elkanyarodunk a témát eleve, de ha önvédelmi helyzetben te gázriasztót használsz, akkor az esetek többségében az, aki ellen használtad, lényegtelen, hogy önvédelmi vagy nem önvédelmi helyzetben, ugyanúgy eljárást indítanak ellened is, meg ő ellene is. Barázdaság miatt aztán majd a nyomozati szakaszban kiderül, hogy mi van vele. Érdekes. Igen, és ugye ezt nem győztük korábban is hangsúlyozni, hogy vigyázzatok itt,
mindenki vigyázzon Magyarországon erre, erre az airsoftos sportra, mert itt még nagy szerencsénk van, hogy mennyire szabadon vagyunk, és mennyi mindent lehet. Gondolok itt akár arra, hogy sorozatlövést tudunk használni airsoft fegyverekkel, onnantól fogva, hogy sokan, sok helyen tudnak játékot szervezni, és ne legyetek hülyék, hogy valamivel kihúzzátok a gyufát valakivnél, valahol aztán elindul egy lavina, és ellehetetlenítik itthon ezt az egészet. Tehát ne jussunk el idáig, és igenis ezeken az apróságokon tud múlni ez a dolog. Most egy kérdés, Amerikában van valami ilyen szintek, hogy elkezdesz airsoftozni, akkor hogy Angliában van az, hogy átlátszó fegyvert kell használnod, aztán mit tudom, például a portugáloknál van ugye, hogy rikító színnel kell megjelölni, ráadásul zöld színivel a váltámaszt is, meg a váltámaszt markolatot, meg a lángrejtőt is. Igen. Hogy ilyesmi van Amerikában, vagy... Hát itt ugye papíron ugye az van, hogy a csőszájfék az mind narancság, de lehet látni minden videón, vagy ha nézel unboxing videókat, akkor általában a fegyverek azok kötelezően narancsárga ilyen csőszájfék vagy lángrejtővel érkeznek. Ugye én szerintem ennek ugye az van mögötte, mert ugye itt Amerikában is az igaz éles fegyverek elterjedtek. Tehát nem egyszer fordult már elő, hogy a rendőrök lelőttek egy 12 éves kisrácot, mert volt nála egy cima AK-47-es, és azt hitték, hogy igazi. Úgyhogy itt úgy érzem, hogy ha valahol a világon van értelme ennek a törvénynek, hogy az airsoft fegyver legyen átlátszó, meg színes, meg vila, meg mit tudom én, akkor az Amerika. Mert itt tényleg az, hogy én is, itt open carry van Észak-Karolinában, tehát az azt jelenti, hogy kimehetek az utcára, akár úgy, hogy a vállamon van egy AK, és senki sem fog beszólni, lehet, hogy rám néznek csúnyán, de jól láttam, hogy nagyon meg akarod mutatni, nyugodtan előre. Nem akartam, Isten ments, meg a végén kivágjátok. Igen, de nem arra van, csak mondom, hogy tehát előfordul. És viszont, amikor vesz egy airsoft fegyvert Amerikán, mindenkinek az első dolga, hogy lefesti azt a narancssárga lángrejtőt, mert idiótán néz ki. És nincsen rá semmi szabályzat. Szerintem nyilván egy ilyen guidance, vagy előírás, vagy esetleg szükség van rá, de nem tartja be senki. Tehát ha kimész egy airsoft játékra, akkor igazából nem látsz semmilyen ilyes. Mindenféle nagyon életűen néz ki, sőt, tovább megyek, ugye a rakaszba, nekem egy PKM-en például, ugye ott általában mindenki szokott benni imitációs lövedékeket, lőszereket, és oda én ismerek olyan embert, aki rendes, éles lőszert tesz bele a rakaszba, mert menőn néz ki. Amerika. Most, amit én csináltam, az az, hogy ugye nekem a PK-m ugye 762-54R, ugye az a kaliber, kivettem a lőszer a lőtérre a mozi nagantomat, amikor még volt, ellőttem, mit én, 6-7 lövedéket, egy ilyen domba belelőttem lőszert, szépen összeszedtem és összeragazgattam ugye a kis hüvelyeket, meg a magát a magot, a lövedéket, és el van sütve, nincs benne a lőpor, és beraktam a rakaszba, és ott volog, és tök jól néz ki. Viszont mondom, találkoztam annak, aki kivitt éles lőszert, és ott lógott az M249-eséből ki, vagy az M240-esből. És tényleg... És ott, nem szól érte senki. És ott Amerikában egyébként úgy általánosságban milyen tapasztalataid vannak itt a játékokra, meg az ilyen csalások, meg ilyesmi? Elfelejtettem már, megmondom őszintén, milyen az, amikor valaki csal egy játékon így masszívan, mert nem fordulnak elő annyira gyakran. Tehát ugye itt rengeteg, ha kimész egy ilyen tingli-tanglira, akkor alapból van, mindenhol tele van game marshalokkal, már szinte idegesít, hogy mennyi marshal van a pályán, meg járkálnak ilyen mobil kronókkal, ilyen kis kronókkal járkálnak a pályákon, és például engem volt, hogy a csapatomat, voltunk négyen, kimentünk, vagy négyen-öten kimentünk egy játékra, és odajött hozzánk az egyik ilyen bíró, és lekronozott minket ott helybe. Mert hogy általában panaszkodtak ránk, hogy a mi fegyvereink azok erősebbek, mint a 400 FPS. És ezt nyilván lekronoztuk ott helybe, és akkor kiderült, hogy nem voltak ugye erősebbek, tehát az enyém volt azt hiszem 3.99, most ott pont a határon volt, de és nem volt el sem probléma, tehát tovább engedett minket játszani, viszont valaki panaszkodott ránk, és már jött is a faszi, és mindenkit lekronozott a csapaton belül. Ott a helyszínen. Illetve az, ami nagyon gyakran előfordul, hogy a maga a játékszervező is mászkál a pályán, és ha lát valamit, akkor rászól, hogy hé, ezt nem szabad. Például most volt a mostani játékon, amin voltam október 30-án,
azt személyesen láttam, hogy a Josh Warren, a Mills Investnek a tulajdonosa, tehát nem is a szervező, a tulajdonosa a cégnek, mert ez már egy cég, ez egy ilyen nemzetközi cég, nőtte ki magát. Ott mászkált, ez rövidgatyába, és rászólt az emberekre, hogy nincsen blind fire. Ugye nem lehet ugye kilőni felezék, mert előfordult ez is egy játékon, hogy valakit így neon arcon lőttek miatta. És ott mászkált, és kiabált az emberekkel, hogy nem szabad ezt csinálni. Benne van a leírásban, aláírtál egy ilyen waivert, amit minden játékra alá kell írni, hogy te tudomásul vetted a szabályokat, és érted, elolvastad a szabályokat, mint egy ilyen agreement, hogy aláírod egy ilyen szerződést. És hogyha megszeged, akkor az már a te hibád. Ő elmondta, te aláírtad, hogy elolvastad, akkor az már te hibád onnantól kezdve. Tehát itt nagyon ritka tényleg a csalás szerintem. Legalábbis ilyen nagyobb játékokon, kisebb játékokon, meg mondom, annyi szervező van, meg annyi marsa van, hogy egyszerűen, ha akarsz csalni, teljesen fölösleges, mert úgyis el fognak kapni. Valaki be fog köpni, vagy ott lesz mehetett pont egy marsal, és elkap, hogy hopp, mégiscsak kilőttek. Tehát akkor alapvetően az igaz, hogy ha fokozatos a fegyelem, tehát meg a felügyelet, és lehet, hogy az agyára vagy az embernek, de egy idő után azért megváltozik a játékosok mentalitása. Tehát hogy kell a nyomás, muszáj nyomnia, tehát idézőjelbetével elnyomni, tehát felügyelni a játékosokat. Abszolút. Viszont olyan szempontból zavaró, hogy az emberek rászoknak arra, hogy csak oda tudnak kiabálni egy marsalnak, ahelyett, hogy egymás között elbeszélnék, hogy és srác, figyelj már ide, add már meg a tádot. Egyből izé, oh, ref, meg mit tudom én, és már jönnek oda sírdogálni, hogy most ez a srác csúnyán nézett rá. Mert ez velem előfordult egyébként. Voltam egy játékon nyáron, és pont az volt a helyzet, hogy megint a PKM-mel voltam, és fedeztem a rajomat, hogy átkeltek egy kereszteződésen. És én csak vakon lövöldöztem bele az erdőbe, mert mondom, ott van az ellenfél valahol így K-svac per KB-t, de tudod, ilyen suppressive fire-ról lőttem. És akkor egyszer kín a csávó integet, hogy meg volt már mindenki, mi a francot lövöldözöm még. Ja, mondom, sorry, nem hallottam, hogy ugye, mert nem láttam őket alapból, nem hallottam, én nem is láttam, hogy tették fel a kezüket, abba hagytam, tudod, ennyi volt, én elintéztem. De jött felem a csávó, és tovább kiabált velem, amikor már bocsánatot kértem, és mondtam, hogy oké, igazad van, sorry. Abba hagytam, és jött felém, és mondja, hogy what the fuck, mit tudom én, tudod, mondta nekem a mindenféle pejoratív jelzőnek elnevezett közben. Három szót, ami Amerikában van erre. Tehát, hogy... igen, és akkor utána meg mondt, én meg azzal szóltam vissza, hogy basszus kulcs, ez egy airsoft játék, mi a faszt akarsz még itt, tehát most miért viselkedsz, hogy óvodás. Mondtam, hogy sorry, de ennyi, én elintéztem, abba hagytam a tüzenést, elintéztem. És akkor erre annyira felkapta magát, hogy oda hívta a refet, hogy az a srác ez beszólogat nekem, meg ilyenek. Hát mondom, francról beszélsz ember? Tehát teljesen kiakadtam, mondom, és mi van, mi történik? És akkor fogtam magam, aztán lesétáltam a pára, mondom, hogy ez engem, nem fog ezzel foglalkozni. Igen, ez túloldala, igen, persze. Lehet, mondom, tehát tényleg egyben mentek oda hozzá, hogy most ez van, az van, az van. Ahelyett, hogy elintéztük volna, ugye, tudod, megoldottuk volna okosba így egymás között, de hát ezek szerint ez nem volt elég. De hát ez meg az élet másik oldala. Biztos meg volt neki a havi. Hát lehet. Vivax, te mit szerettél volna hozzáfűzni, mert azt láttam, hogy... Most lefelejtettem, megmondom őszintén. Jó, ne haragudj. Csak annyira semmi benne voltam, hogy ez érdekes volt, amit mondtam. Ja. De tudom már. Az a gond, hogy amit, amikor nem ad meg egy találatot az ellenfél, és mondjuk ez egy nagyon jól felépített taktikai manőver, amivel gyakorlatilag sakmatot ad az ellenfélnek, egy ilyen húzással, hogy nem adod meg a találatot, gyakorlatilag semmi veszed az ő munkáját. Így van. És ezért baromi nagy csúrmóság. Egyébként megjegyzem, semmi keresni valója nincs a pályán annak az embernek, aki nem adja meg a találatot, és ráadásul notóriusan, visszatérően egyébként tudnék képeket mutogatni a társaságról. Egyébként azt nem értem, hogy annyira gazdagon dokumentáltak már ezek a rendezvények, tehát 6 millió kép van róla, nagyon sok videó van, és hogy egyszerűen tényleg visszatérő személyek vannak, akikre így meg tudunk mutatni, hogy jó, már megint itt van, jó, akkor majd őt kicsit többet lövöm. Tehát, igen, amúgy lehet egy ilyet, mert a szoftveren is van egy ilyen, hogy velük ne üzletelj topik, tehát mondjuk az airsoftosok Facebook oldalon is lehetne egy ilyen topik, hogy ha őket látod, akkor sok jóra ne számíts, vagy nem tudom.
rájuk double tap. Így van, többször. Vagy vigyél még egy aksit, vagy tehát, hogy valami. Igen, mit vigyél magaddal bizonyos játékokra. Játékokra. Még két aksit, még három zacskó bébét. Ja. Így van. Így én, meg, megmondom őszintén, meg voltam döbbenve, hogy, kevés volt az 1500 dB a rakaszba. Tehát, hogy, hát igen, ahogy beszéltük már korábban is, de én sem vagyok olyan trigger happy, nekem egy játékra, egy akár egy nagy, több, mit tudom én, 200 fős játékra is, tudom én, azért 6 darab midcaptár elég szokott lenni. De most ahhoz képest, most vagy 1000 BB, mert a kis 60 fős Tingli Tangira elment. Ja. De a gyerekek, konklúzió szerintem, mert hogy a zsákmány által előírt időkorlátból kezdünk kicsúszni. Még jók vagyunk. Kapjuk majd a tádát. Még jók vagyunk szerintem, ja. Nagyon a határon, de még jók vagyunk. Nálam 46 percnél járunk csak azért, tehát, hogy... Jó. Na, hát akkor, Ricsi, ahogy te elmondtad az alappillért ennek az egésznek. Igazából, tehát a megadás, tehát a talált megadás az ne legyen kérdés, nem lehet kérdés, tehát hogy ezen ne, tehát hogy nincs, add meg, kész, ennyi, tehát hogy ez az alapja az egész játéknak. Az, hogy elmész egy játékra, és leülöd azt a 10-15-20 percet, hogy leállod, és meghallgatod a játékszervezőt, 50 ezredjére is, ezzel megtiszteled a játékszervezőt, megtiszteled egyben részben magad, meg a többi játékost is, aki esetleg lehet, hogy nem tudja azokat az információkat. Tehát, hogy, és vannak olyan alapvető kulturális dolgok, ami jöhet nevelésből, jöhet bármiből, tehát kell egy fajta felnőttség, érettség, szellemi és érzelmi intelligencia szint, ami pontosan ilyen, hogy mondjuk állatkert mellett nem kezdek el puffogtatni, arról ne is beszéljünk, hogy állatokra soha az életben nem kezdek el lövöldözni. Tehát ezeket az alapvető normákat... Kivéve, ha a másik csapat karszalagját viseli. Igen. És a legfontosabb talán a talált megadással kapcsolatban és az egész airsofttal kapcsolatban a frusztráció, mert ugye rengeteg anyázás van, meg vitatkozás, meg sértődés. Egy picit a kudarcot próbáljuk megtanulni, feldolgozni. Apró kudarcok ezek, tehát az életben vannak sokkal nagyobb kudarcok, hogy bemegyek és lelőttek. Tehát azzal, hogy lelőttek, az csak az én hibám, mert valamikor valamit elnéztem. Tehát ezeket a kudarcokat próbáljuk meg feldolgozni. Tehát, hogy jó, megvolt, és nyugodtan lehet azt mondani, hogy amúgy szép volt. Tehát, hogy, igen. Egyébként érdekes, hogy mondjad. Kérdezni akartalak csak, hogy te például a szervezői oldalról mit foglalnál össze, mint konklúziót? Mármint én? Igen, szervezői szempontokra rámutatva. Nagyobb figurt fektetnék mindenképpen az eligazításon való 10-15 perc végigállására. Tehát tényleg nem azt mondom, hogy mindenki síri csendben, és vigyázálásban álljon, és így a szavaimat, hanem egyszerűen ne legyen kérdés azt, hogyha én azt mondom, hogy a kék csapati a kettes csatorna, a piros csapati a hármas csatorna, akkor 10 perc múlva ne kérdezne meg valaki, hogy a rádió kiosztás az mi. Mert valószínűleg valami teljesen mással volt elfoglalva, és hogyha erre nem tud figyelni, akkor mire, ennél komolyabb dologra mennyire fog odafigyelni? Nem mellesleg három dolog kell szerintem hozzá tisztelni az ellenfelet, tehát akivel szemben én állok, azt legalább annyira tiszteljem, mint mondjuk a csapattársamat. Legyen bennem a lázat, hogyha egyszer eltalál az ellenfél, akkor én megadom a találatot, mert elismerem a győzelmét, és legyek nyitott mindenre. Mert hogyha ez három dolog megvan még kezdőjátékosként, vagy akár 1000 éves őskövületként is, akkor az ember nagyot nem tud hibázni. És a szervező oldalról is egyébként ugyanez van. Én a győri társaságot úgy ismerem, hogy nyitottak az egészre, tehát hogyha valamit mondok nekik, akkor azt általában megfogadják. Volt itt negyed órás medik is, tehát ugye, vagy nem negyed órás, 15 másodperces medik, tehát az ilyen ezért volt ilyen. Pacsisztak egymással, és akkor már mindenki futott tovább, és már megjön ki a szekrényből a faszi. És akkor megint lelövöd, meg megint jön ki. Jó, még egyszer azt az elismétlem, hogy az nem volt kérdés, hogy a konkrétan ennek a játéknak a szervezői, hogy jót akartak-e, vagy nem akartak, jót valószínűleg csak fejlődni kell még, ugye, főleg a szigor meghatározottság terén. Tehát ennyi igazából, hogy tökülnék-e fogni a játékosokat.
Aztán, hogyha meg tényleg olyan személlyel találkoznak össze, aki nem megfelelő magatartást tanúsít, akkor el kell mondani, hogy köszönjük szépen. Majd annak híre megy, hogy valaki keménykező, és mind a mellett meg jó játékai vannak, akkor biztos, hogy jönni fog olyan a helyére, aki sokkal többet ér, mint az, aki nem adja meg a találatokat, de sokat gyára sem, tehát az akiért nem kár. Pont ma írtam a Viktornak azt, hogy inkább legyen 50 játékos, aki baráti hangnemben játszik egymással és sportszerűen, mint legyen 200, akiből mondjuk 20 hülye, és elrontja a maradék 180-nak a játékát. Abszolút egyetértek volna én is. Na, ez perül összefoglalt. Dobom tovább a labdát. Igen. Nem tudom, Zsoltinak, neked van-e még esetleg valami meglátásod, ami még nem hangzott el? Annyival tudnám lezárni ugye ezt a témát mondjuk, amit most megint visszatérek arra, amit a Josh Warren szokott minden eligazítás végén, ez az utolsó rész minden eligazításnak, hogy elmondja azt, hogy a nap végén igazándiból most, mert ugye megint azt akarják elkerülni, hogy ne veszekedjenek az emberek ilyen apróságok, találatmegadás, meg ilyenek, hanem intézzék el, és mindenki játszon egy fair játékot, mindenki élvezze ezt, tehát élvezetes élményekkel távozzon a játékról, ahelyett, hogy rossz szájíz lenne benne. Azt szoktam mindig mondani, hogy a nap végén mindannyian csak felnőtt férfiak vagyunk, és műanyag golyókkal lövöldözünk egymást gyönyörű kosztümökben. Tehát, és a barátainkkal vagyunk, és jól akarjuk magat érezni. Tehát ez a lényege a minden egyes ilyen Milsim West játéknak. Ezt mindig hangsúlyozza, és szerintem ez egy annyira egyszerű és megfogható üzenet, hogy itt mindenki betartja, és ezért nincsenek ilyen problémák az ő játékain sose, hogy most csalások meg ilyenek. Úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy szerintem ez jó lenne, ha ezt a mentalitást belevinni mondjuk egy átlag tingli-tang játékba is, akkor talán kevesebb lenne. De hát nem tudom nyilván, mert nem próbáltam még ki, de majd talán egyszer egy szép napom. Na majd, Vektor? Ha jössz haza, akkor elviszünk egyet Airsoftozni, ez biztos. Jó lenne, hát most majd megbeszéljük kamerán kívül. De akkor az kívül, AK-t hagyd otthon, jó? Persze, bár nagyon szívesen haza. Ja, most már le van butítva. Lebutítottam most, visszabutítottam AK-emre. Ez is GBB, nem? Ez elvileg igen, tehát papíron ez is GBB. Jó van. Ja. Hát, srácok. Szerintem megbeszéltük mindent. Ez egy elég tartalmas egy podcast lett, úgy érzem. Elég fontos téma. Remélem eljut a megfelelő fejekbe, a megfelelő gondolatot megpróbáltunk átadni, úgyhogy... Ezt úgyhogy üzenet. Üzenet, igen. Ja, találkozunk két hét most szerdán, vagy valamikor, nem is tudom. Ja, meg dörzsöm. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.